Mai nap az influencerkedésről lesz szó, úgyis most ilyen nagyon divatos dolog erről beszélni, meg minden. Nagyon, igazából én magamat egyáltalán nem tartom influencernek, meg ha bárhova kategorizálni is kéne, akkor inkább tartalomgyártó, ugye content creator, vagy talán valamilyen véleményformáló szerepet vagy hatást tudok gyakorolni. Na de, ez a vlog nem egy ilyen filozófikus elmélkedésről szól, nem tudom, ilyen elméleteknek a megváltásáról, hanem egy teljesen opportunista, alulról építkező próbálkozás, ami arról szól, hogy a közéletnek valamilyen bugyraiba, a rögös utakon be tudjak kerülni. Három teljesen különböző dolog, de akkor mi is ez a hármas? Három különböző esemény, három szerep, a vlogger, a műsorvezető és egy tévés interjú. Egymás mellett fogom megmutatni őket. Kezdjük el! Lányok, mi is ez a live robe? Meséljetek nekem egy kicsit, kérlek. A live-ról lényegében egy social network alapú piac tér divat fókusszal, és igazából a fast fashion termékeknek az adásvételét, cseréjét támogatjuk, illetve a feltörekvő dizájnereknek és a helyi butikoknak a megismertetését az emberekkel. This is hustle. Ez így vinni, úgy. This is Global Startup Awards hustle. We are very famous and successful entrepreneurs from Eastern Europe. This is how we find solution for problems like catering. Van pár változás, most megyünk valami a hátsó úton. Hoppá, hoppá. Na, szóval ez a terem. Ez a terem? Igen. Na, ebben még hello, ebben még nagyon régen voltam ebben a teremben. Megvannak a kis kártyáim? Képzeld el, megvannak a kis kártyáim. És milyen szépen ki lett nyomtatva, hát ezek nagyon jó. Most csütörtök este van, és itt vagyok az akváriumnál. Megyek le, ugyanis innen szól a Petőfi TV-nek a live-ja, az Itt vagyok én című ilyen esti műsora, és a social médiáról, YouTube, Instagram, minden ilyesmiről fogunk beszélgetni. Úgyhogy mindjárt meg is érkezem. Ez ugye megint egy más típusú szerep, ugye. Milyen jó megvilágítás van, nézzétek. Ezzel a fénnyel így nézek ki. Na, nézzük meg. És most Ninit elvesztettük. Nini? Ja. Ezt szeretnék tőled is kérdezni, de álljunk ide, nem? Ez így jó, hogy hogy ismerkedtetek meg? Valami vodkáról hallottam. Úgy volt? Vagy? Hát, az már a második este volt. Nem igazából, de nem volt semmi vodka a történetben, mert az iskolapadban ismerkedtünk meg. Most elhívtunk az eseményre Kelemen Lili, a Live-ok hivatalos sztárisztját, és ő fogja nektek, vagyis hogy neked... Nekem nagyon jó, annyira jól csaj cuccokat fogok válaszolni. Végülis egy kis demo, hogy amúgy az demo. App is hogy fog... Válaszunk pár cuccot ki. Ilyen szélő dolgokat. Gyere, follow me too! Most a CESA, Central European Startup Awards-nak a fináléján vagyunk, és korán érkeztem, én vagyok itt a konferencé, Kovács Peti haverom kért fel, és tudom, mert nem is beszéltünk egymásról, ugye múlt héten volt az... Szóval múlt héten volt az Influencer Fesztivál, hogyha nem láttátok arról a vlogom, akkor nézzétek meg, és nagyon tetszett ez a moderátori, konferálási szerep, úgyhogy szerettem volna még ilyeneket csinálni, nem voltam volna, hogy ilyen hamar jön egy lehetőség, mert a Peti tök random felhívott, hogy van-e kedvem ezt az egész műsort vezetni, és hát persze, de hogy itt vagyunk előbb, és most azért lényeges, mert segítek pakolni, mert van az a mondás, hogy tedd magad hasznossá, tehát bárhol, ahol tudsz segíteni, nézd meg és segíts, akkor örüljünk tovább. Hello, sziasztok! Egy interjúra jöttem. Igen, sziasztok! Sziasztok! Szántó Péter! Sziasztok! Hey there! Welcome to the Central European Startup Awards Budapest Finals and Award Ceremony. Peter, you're not gonna survive this. I need to introduce you. So this guy, we've known
We've known each other for years. We go way back. I would have never thought that when we met up at Prezi or at some events, I would be introducing you tonight. Most már megvolt a smink, mert most minden egyes kis árok, meg ilyesmi eltűnt, mondjátok meg. Mögöttem van a keverőszoba, és a lokálban fogjuk felvenni, ott megy a felvétel, amúgy ugye az élőben már megy is. És a social media lesz a téma, annak a pozitív és negatív hatásai, azt, hogy például már a használ, sírjátok meg, hogyha ti ilyenek vagytok, vagy magatokra ismertek, vagy ismertek valakit, aki olyan, hogy mondjuk ott van egy családi vagy baráti kajálás, és egyfolytában a telefonunkat nyomjuk, az, hogy így szóba egymással beszélgessünk, az már ciki, meg nem megy, de az, hogy mondjuk egymásnak Snapchaten vagy Instagramon vicces dolgokat küldjünk, és ott irogassunk, az meg tökéletesen megy. És ugye szokták azt mondani, hogy a technológia az nem jó vagy rossz, hanem mit tesszük azzal, az a kérdés, hogy mi mit kezdünk vele, és nagyon fontos, hogy ne a technológia uraljon minket, ne legyen ez a FOMO, fear of missing out érzésünk, hogy ha nem csekkoljuk a telefonunkat 5 percenként, akkor már lemaradunk valamiről, és ne is akarunk egy ilyen kamó életet mutatni, hogy minden rózsaszín, minden gyönyörű velünk, hanem legyen ennek egy realitása. De nagyjából egy ilyen 6 percben erről fogok beszélni, és be is linkelem nektek, mert a MediaClicken fent lesz az egész esemény. Tökre örülök, amúgy úgy tudtam ide kerülni, hogy megkerestem valakit, akinek nagyon tetszik a munkássága, és már régóta szerettem a tanácsot kérni, beszélgetni, és ez egy jó pár hónap után összejött. Egyébként az app lényege, hogy úgy épül fel, mintha egy stylist adna folyamatosan tanácsot, úgyhogy az algoritmus mögött lényegében egy élő stylistnak a gondolatmenete van, úgyhogy... Kevesen tudjátok rólam, hogy jó pár évig divatmarketingben is voltam, és érdekes volt megnézni egy ilyen startupos kezdeményezést, hiszen azokkal is foglalkozom. Van benne fantázia, nemzetközi szinten a kérdés mindig, hogy milyen kompetitív, van olyan, ami nem csak influencerektől vásárolt second hand-del foglalkozik, van, ami nem annyira marketplace, úgyhogy szerintem tényleg van piaca, csajokon múlik, hogy mit hoznak ki belőle. A vége is az eventnek. Szerintem eddigre bevágtam pár dolgot, ami a konferens közben volt, meg ilyen poénkodások. Mondjátok-e, hogy tetszett, és annyira örülök, hogy eljött egy ilyen. Teljesen más típusú dolog, ugye itt egy szakmai, a startup közösség, digitális közösség van benne, és nagyon örülök annak, hogy elismerik az embereket, és ebből a lokális közegből, ugye ez a local, global, nagyon érdekes, és nem fogok most belemenni, de lokálisan építkezve lehet globálisan működni, szerintem nem fordítva működik, persze kivételősíti a szabályt. Most sörözünk a Horizonnak köszönhetően, és itt vannak a srácok, nagyon jó fejek, lehet a reklám helye is, de csak a... No, hát a beszélgetésből be is vágok egy néhány dolgot, ezt nézzétek meg. Az a mondás, hogy a technológia az nem jó vagy rossz, hanem mi tesszük azzá, és ez rajtunk múlik, hogy hogy állunk hozzá, mennyire hagyjuk azt, hogy eluralkodjon rajtunk, és tényleg már mondjuk a párkapcsolatunk is úgy néz ki, hogy ülünk este, és mindenki a telefonját nyomkodja, vagy egy családi ebéd közben meg rászólnak a gyerekekre, hogy miért nem beszélgettek, hát itt vagyunk, ők meg röhögnek, hogy ahelyett, hogy itt néznek le a telefonokkal, mi igenis beszélgetünk, csak nem szavakkal, nem így beszédben, hanem úgy, hogy egymásnak mondjuk emojikat küldözgetnek, vagy mindenféle filterrel fotózzák magukat Snapchaten. Meg kell tanulnunk egymást megérteni. Hogy tetszett? Itt szavazzatok kérlek, illetve kommentbe is írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, mi a viszonyotok a technológiával, ezzel az egész lehetőséggel. Itt hallom, hogy háttérzene van, úgyhogy az elköszönéshez induljunk el. Szóval, hogyha ezt nézed, elég valószínű, hogy éppen egy mobilról teszed, vagy mondjuk egy notebookról, tabletről. Azt az üzenetet hadd adjam át, hogy tényleg baromi jó, hogy ez elérhető nekünk és a kezünkben van, de a te döntésed, hogy ezt a videót, egy macskás videót nézel, vagy mondjuk egy IQ-tesztet töltesz ki, esetleg egy inspirációs TED videót,
Mindegyik, amit elmondtam, jó, a kulcs szó az a mérsékletesség. Tudjátok, ugyanolyan, mint minden az életben. Egy gombóc fagyi nagyon finom, még kettő is jó, de ha tizet meg kéne enni, az már úgy nem. Úgyhogy hashtag mérsékletesség, ez a legfontosabb, és ti tudjátok eldönteni azt, hogy a technológia jó vagy rossz, mire használjátok, hogy fejlesztitek magatokat, hogy ez összeköt titeket a barátaitokkal, összehoz titeket, és ez a legfontosabb, és hogyha már mi is így összejöttünk, és megnéztétek a videó végéig, ha nem vagytok feliratkozva, akkor kérlek, tegyétek meg, sőt a csengőre is nyomjatok rá, aztán irány az Instagram, mert ott pedig napi tartalmakkal jelentkezek, ahol nagyon jó lenne, hogyha ugyanúgy bekövetnétek, és így ott is, és jövő héten a heti vlogban találkozunk. Sziasztok! És aztán már nem is az első olyan, hogy one more thing, mert eszembe jutott, hogy amúgy hogy tetszett ez a hármas osztás? Ugye három tök különböző dolog, és az egész témája amúgy a vlogomnak az volt, ugye, hogyha mondjuk így a közéletbe szeretnél menni, azt miként hogy teheted meg? Opportunistaként a lehetőségeket meg kell ragadni, de nem szabad mindenre igent mondani. Tehát olyan dolgokat szeretnék elválni, olyan dolgokat szeretnék csinálni, amiben én is érzem az értéket, és hogyha jön valami, de nem érzed, akkor nem szabad csak azért, hogy, de ugyanez igaz a másikról, hogy amit megérzel, és mondjuk elsőre nem kapod meg, küld, tarts ki, csináld. Például az is, amik ezen a héten voltak, nem is hittem volna mondjuk egy fél éve, hogy ilyen műsorvezető leszek, és amikor megkerestem embereket, hogy mondjuk tévébe esetleg így véleményformálónak elmenjek, nem gondoltam volna, hogy erre lesz lehetőségem, és látjátok. Na, ennyi, most már tényleg sziasztok!